elismerjük, hogy a törvénymódosító csomag két eleme uniós harmonizációs kényszer, és ezek támogathatók. Ugyanakkor a kátmódosításokkal kapcsolatban nagyon komoly fenntartásaink vannak. Azt reméljük, hogy valóban ez még módosító indítványokkal talán orvosolható. Ettől függ, hogy lehet más a politika, támogatást tud-e adni ehhez a törvénymódosító csomaghoz, avagy sem. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megadom a szót Herzog Edit képviselőasszonynak, az Európai Parlament képviselőjének. Tisztelt képviselő urak, elnök úr, köszönöm szépen a szót. Nagy öröm nekem, hogy európai parlamenti képviselőként ebben a ciklusban először egy olyan témában szólalhatok meg, ami már a brüsszeli magyar törvényhozási gyakorlat része is, hiszen a 2004-2009 közötti időszakban személyesen is részt vettem a harmadik energiacsomag kidolgozásában. Talán jelentéktelennek és apróságnak tűnik, de a harmadik energiacsomag az európai energiapiac liberalizációja címet viselte. Tudom, hogy ezt a szót Magyarországon nehezen ejtik mostanában ki, de mégiscsak nagyon fontos, hogy az eredeti nevét is megemlítsük. Miért is volt fontos a harmadik energiacsomag, miért is van jelentősége a mi számunkra? Először is a digitális gazdaság olyan mértékben tart igényt minden időpillanatban energiaszolgáltatásra, ami a 20. századi energiaszektorra még nem volt jellemző. Sokkal nagyobb kihívás áll az európai energiaipar előtt, hogy folyamatosan energiát tudjon szolgáltatni a fogyasztók számára, akár lakossági, akár vállalati fogyasztókról beszélünk, mint korábban. Tesszük ezt akkor, amikor jól látható módon az egész európai piacon, beleértve Magyarországon is, nagyon régen nem történt lényeges tőkebevonás, lényeges befektetés egy ágazatba. 30-40-50 éves energiatermelő vállalatokról van szó. Mindenféleképpen fontos tehát, hogy beruházást indokáljunk ebben az ágazatban. Mik azok a jogi lehetőségek, amelyek az Európai Unió rendelkezésére álltak? Az európai szerződés, a lisszaboni szerződés nem helyezi az energiapolitikát a közösségi politikák kategóriájába. Mindösszesen a lisszaboni szerződés 191. paragrafusa szerint szolidaritásra szólítja fel a tagállamokat akkor, hogyha valakinek valamilyen energiaellátási problémája van. Nagyon gyorsan már 2006-ban kiderült, hogy ez a szolidaritás önmagában semmit nem ér, hiszen hogyha a gázvezetékek, elektromos vezetékek nincsenek Európában összekapcsolva, akkor a tagállamok egymásnak segítséget nyújtani nem képesek. Ez indukálta az energiapolitikának a központi kérdésé válását az elmúlt időszakban. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez a továbbiakban sem közösségi politika, hanem közös politika, amely közös politika tekintetében Magyarországnak, mint január 1-től az Európai Unió elnökségét adó országnak óriási nagy feladata van. Engedjék meg, hogy zárójelbe erről mondjak egy szót. Február 4-én az európai csúcs témája az energiabiztonság lesz, és itt mindenféleképpen azt hiszem, hogy pártoktól független magyar érdek, hogy elérjük, hogy az európai függőségünk tovább csökkenjen. Ennek várhatóan legalább 3 vagy 4 területen előrelépést kell hoznia. Mondjuk mindenképpen szükséges, hogy egy európai főtárgyalót sikerüljön kineveznünk, aki a külső piacokon, mondjuk gázellátás tekintetében az Európai Unió 500 milliós lakossága nevében tud föllépni, megakadályozva ezzel, hogy az Európai Unió tagállamai egymás alá ígérve végül mindannyian rosszabbul járjanak a legnagyobb gázbeszállítóval kötött tárgyalások során. Nagyon fontos a diverzifikáció esetében, hogy elérjük, hogy az Európai Unió támogatása a Nabuccohoz valóra váljon, azaz a Nabucco vezeték építése megkezdődjön. Stratégiai fontosságú a Balti-tenger földközi tengerrel történő összeköttetése, az északdéli vezeték megépítése, és magyar érdek, hogy ehhez, és régiós érdek, hogy ehhez európai forrásokat találjunk, és nagyon fontos a regionális piacok megalkotása. 2015. január 1-ére a tervek szerint, 2015. január 1-ére az európai belső piacot létre kell hozni energiapolitika tekintetében, és abban a pillanatban, hölgyeim és uraim, bár nem közösségi politika, mégis egy olyan közös belső piacra léptünk,
ahol megkülönböztethetetlen áruként és szolgáltatásként jelenik meg az energia, hiszen sem a gázmolekula, sem az elektron nem visz egy kicsi zászlót a kezébe, hogy Magyarországon gyártották, vagy valahol máshol. Emiatt nekünk nem magyarként kell erről a kérdésről gondolkodni, hanem magyarként az Európai Unióban. Ezért különösen fontos stratégiai magyar érdek a szétválasztás kérdése. A szétválasztás kérdésében ugyanis nagyon fontos 3 éves vitát folytattunk az Európai Parlamentben. Csak hogy akik esetleg tévén követik az adást, és nem pontosan értik a tartalmi megfogalmazásokat, azoknak mondjuk el, hogy ez ugyanazt jelenti energiapolitikában, mintha mondjuk az autópálya tekintetében valamelyik autógyáré lenne az autópálya, és ennek a gyárnak az autói kedvező feltételekkel közlekedhetnének az autópályán, míg más autók föl sem mehetnek a pályára, vagy ne adj Isten, csak a szélső sávba haladhatnának. Ezért nekünk nagyon fontos volt, hogy az energiatermelés és az energiaszállítás szétváljon. De legalább ilyen fontos volt, és nagyon nagy vita volt az Európai Parlamentben, hogy az állam szerepe csökkenjen az európai belső piacon, hiszen talán elég könnyen belátható, hogy a 27 európai állam közül nem Magyarország lesz a legerősebb állam egy összekapcsolt belső piacon lévő energia piac területén. Emiatt különös magyar érdek, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy az állam az nem bevonul az energiapolitikába, hanem kivonul. Ez a későbbi függetlenségünknek az egyik legfontosabb feltétele. Mindenféleképpen szeretném tehát arra a figyelmet fölhívni, hogy ez egy rossz irány, hogyha az állam szerepe az energiapiacon különösen ilyen feltételek mellett erősödik. Az európai törvényhozó egyértelműen döntést hozott erről, és a most létrejövő Szlovéniában megnyitó energiahatóság, európai energiahatóság e tekintetben korlátokat is fog később hozni. A legfontosabb, ahogy mondtam, mintegy 40 éve ebbe az ágazatban nem volt lényeges tőkebevonás. A pénzügyi piacok a spekulatív piacokon sokkal kedvezőbb befektetést találtak, ezért az energia ágazatban előregedett gyárakkal és hálózati rendszerekkel találkozunk. Ezen mindenképpen változtatni kell. Az európai politizálás során szinte naponta elhangzik az a kifejezés, amit még itt ma nem mondtak, hogy a nagy politikai kockázatot olyan szintre kell csökkenteni, hogy a befektetők jöjjenek. Ennek a politikai kockázat csökkentésnek az egyik eszköze, hogy miközben az energiamix tagállami hatáskörben van, az Európai Unió mégis megfogalmazta a 2020-as stratégiáját, a 20% széndioxid csökkentést, a 20% megújuló energiatermelést és a 20% energiahatékonyságot ösztönözve, amely 2020-as stratégia egyértelműen a politikai kockázat csökkentését kell, hogy eredményezze, hogy a pénz hatékonyan bevonható legyen ezekre a piacokra. Ilyen értelemben az energia mixen túlmutató legnagyobb politikai kockázat az mindenképpen a jogbiztonság kérdése, és emiatt az energia politika területén a túlságosan gyakori törvénymódosítás semmiképpen nem indokolható, és nagyobb kockázatot hordoz, mint amekkora előnnyel jár. Én ezt ebben az esetben is így gondolom, különösen akkor, amikor a régió országai egymással is komoly versenyben vannak, komoly versenyhátrányt jelenthet Magyarországnak, hogyha a többi körülöttünk lévő, a 3. energialiberalizációs csomag eredményeként az energiapiacát fejlesztő ország versenyelőnybe kerül velünk szemben, hiszen nem mindegy, hogy mi akár gázban, akár elektromos áramban utolsóként tudunk majd új szolgáltatás, új áruval megjelenni, vagy ne adj Isten elsőként. Ilyen értelemben tehát Magyarország tőkevonzó képessége ebben az ágazatban mindenképpen komoly versenyelőnyt, vagy, ha ez nem történik meg, komoly versenyhátrányt okozhat. Magam is meglepődtem, hogy a széndioxid tárolással, a tiszta szén technológiákkal a kormány ilyen hatékonyan és ilyen gyorsan szeretett volna foglalkozni, hiszen jelenleg, ahogy ezt már képviselőtársaim közül többen elmondták, ez egy kísérleti stádiumban lévő fejlesztés, amely várhatólag az első időszakban európai támogatást Magyarország tekintetében nem jelent, illetve a magyar széndioxid kibocsátási
Ha a magyar széndioxid kibocsátást, illetve a magyar erőmű hálózatot megnézzük, akkor ez nem is teljesen indokolt. Hadd emlékeztessek csak arra, hogy az elektromos áram tekintetében 40%-át ugye széndioxidmentes atomenergiából állítjuk elő, és a megújuló energia tekintetében sem indokolt ennek a törvénynek az ilyen gyors házszabálytól való eltéréssel meghozott nagyon gyors meghozatala. Nem teljesen értem, hogy miért fontos ez, azon kívül, hogy ki lehessen tűzni a zászlót, hogy lám-lám, mi már ezt is megcsináltuk. Igazat adok Jávor Benedek képviselőtársamnak, amikor a kockázatokról beszél. Ne felejtsük el, a széndioxid egy mérgező gáz, a széndioxid talaj alatti mozgása, ha az emberi életeket nem is, a biodiverzitást mindenképpen kedvezőtlenül befolyásolhatja, tehát érdemes nekünk ennél a mostaninál sokkal komolyabban és megfontoltabban haladnunk. Miután a képviselőtársam, Szekeres képviselőtársam részletesen beszélt a szétválasztás kapcsán a kötelező modellválasztásnak a lehetőségéről, erre nem térnék ki, de én is jelezném, hogy itt valamelyik modellt kell támogatni. Bizonyos értelemben, tehát indokolatlan és értelmezhetetlen a kormánynak az a szándéka, hogy mind a három modellre törvényt hoz. Ez valószínűleg annak a bizonytalanságnak az oka, hogy még maga sem tudja, hogy a környező országok döntésének eredményeként végül melyik lesz a számára legkedvezőbb. Én ezt sem tartom egy túlságosan bölcs döntésnek, hogyha mind a három szétválasztási modellre törvényt hozunk. Érdemes lett volna jogbiztonság szempontjából kiválasztani azt az egyet, amely mentén Magyarország haladni szeretne. Végül, tisztelt képviselőtársaim, egy kicsit hadd beszéljek a fogyasztókról. Az elmúlt 5 évben nekem számtalan sok vitám volt az akkori biztossal, Andris Pibarcz úrral, hiszen minden egyes alkalommal elmondtam neki, hogy a legenergiaintenzívebb ágazat az nem az alumíniumipar, vagy az acélipar, vagy a vegyipar, hanem egyértelműen a háztartások. Hiszen a háztartásban élők a saját árbevételüknek, a saját fizetésüknek 30-35%-át költik az energiaszámlájukra, és emiatt az ezen a területen hozott döntések azok nagyon-nagyon befolyásolják a hétköznapi életünket. Már csak ezért is sajnálatos, hogy egy olyan törvénynek a vitáján, ami mindannyiunkat érint, a parlamenti képviselők viszonylag kis létszámba vesznek részt, de ezt, ha úgy tetszik, személyes megjegyzésnek is vehetik. Ami a nagyobb baj, hogyha megnézzük az Eurobarométer adatait, meg akár a saját szomszédainkat megkérdezzük, akkor azt látjuk, hogy az energia árán kívül a legfontosabb problémája a fogyasztóknak a gázszámla, a villanyszámla, az elektromos számla. Nem értik a magyar lakosok a közüzemi számlákat. Több mint 60%-a az európai lakosoknak is úgy nyilatkozik, hogy érthetetlen számára a közüzemi számla, amit havonta megkap. Ha már hozzányúltak a fogyasztóvédelmi törvényhez, tisztelt hölgyeim és uraim, érdemes lett volna ehhez mindenképpen hozzányúlni, hiszen azt hiszem, hogy ez vitán felülálló kérdés. Nem ártott volna e tekintetben a fogyasztók szervezeteivel is, úgy érzem, foglalkozni egy kicsit. És hát igen, a 60 nap. Tisztelt képviselő úr, ha valakinek nincsen pénze kifizetni a számláját, akkor a 90 nap számára kedvezőbb, mint a 60 nap. Különösen, hogyha a 90 nap téli hónapokat jelent. Nem megoldás, amit önök javasolnak azoknak a családoknak, akiknek problémája van. Mi az Európai Parlamentben megpróbáltuk megfogalmazni, törvényileg megfogalmazni, hogy mit jelent az energiaszegénység. Nem sikerült megfogalmaznunk, nem sikerült pontos definíciót találnunk. Ez önöknek sem sikerült ennek a törvénynek az alkalmazása kapcsán. Ezen azt gondolom, hogy érdemes lenne a továbbiakban tovább dolgozni, hiszen mindannyian tudjuk vagy érezzük, hogy kik lehetnek azok, akiket az energiaszegénység sújt, de egy törvényi definíció a mostaninál sokkal pontosabban tudná megfogalmazni, hogy ki az a kör, akinek segíteni akarunk, és ilyen értelemben nem a politika játékszerévé válna a lakosság, hanem valóban az energiaszegénység kérdését próbálnánk meg orvosolni. Tisztelt képviselőtársaim, nekem ezen a parlamenti cikluson belül ez volt az első alkalmam, hogy szót emeljek. Kívánok önöknek sokkal sikeresebb együttműködést a jövőben, mint amit ebben az évben volt alkalmunk megtapasztalni, hiszen Magyarország mindannyiunké.
A gázár nem politikai kérdés. A politikának az a dolga, hogy olyan piaci szabályozókat alakítson ki, hogy a vállalkozások idejöjjenek, működjenek, munkásokat foglalkoztassanak, fehér és kéggalléros munkaerőt foglalkoztassanak, versenyelőnyt tudjunk generálni a közösen kialakított közös energiapiacra 2015-re, mire ez ideér. Tisztelt államtitkár úr, a 2015-ig terjedő időszak egy év kivételével az önök kormányzására esik kétharmados többséggel. Hogyha mi 2015-ben erre a közös energiapiacra sokkal jobb feltételekkel tudunk belépni, mint ami ma látszik, ha sokkal jobb feltételekkel tudunk belépni, mint a szomszédos országok, ahol nincs kétharmados többség, akkor önök majd kihúzhatják magukat, és azt mondhatják, elértük azt, amit akarunk. Az idáig vezető út azonban hosszú, és együttműködést igényel az európai szervezetekkel. A konzervatív pártok Európában mindenhol az állam kivonulása mellett törnek lándzsát. Kívánom ezt önöknek, karácsonyi üzenetnek még egyszer végig gondolni. Nem biztos, hogy az állam én vagyok politikája a legjobb Magyarországnak, és talán a kormányzó pártoknak sem. Kellemes ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Következő hozzászóló, Zékájpád Dániel, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Jelen pillanatban egy olyan előterjesztés fekszik előttünk, melynek az irányát eleve megkérdőjeleznénk, nem minden esetben a mögötte lévő szándékot, hiszen az adott esetben lehetne is jó. Ugyanakkor valóban egy olyan előterjesztést látunk, mely mintha valamilyen okból fontos lenne, hogy felmutathatóvá váljék, mégis ennek céljai és főleg eredményei adott esetben megkérdőjelezhetőek. Számomra sokkal ijesztőbb volt ugyanakkor az ellenzékinek nevezett pártok képviselőinek szájából hallani azokat az alternatív útvonalakat, amelyeket ők gondolnak el ezen a területen. Ezek adott esetben ijegységgel is töltöttek el. Például a kokáért Európai Parlamenti képviselőasszony szájából elhangzott az, hogy hosszú távú megoldást jelenthetne az, hogyha az energetika, maga az energia egy közös belső piaci árucikké válhatna egy közös piacon. Hát én hallottam már nagyon sokszor ilyet életemben, hogy ezt hosszú távú megoldásként emlegessük, egy olyan esetben, amikor a fenntarthatóság felé kéne mutatnunk, és nem afelé, hogy egy adott esetben egy vagy két évtizedig fenntartható, még létre sem jött piacra akarjunk belépni, és ugye ismerjük az európai közös piacoknak a különböző vetületeit, eddigi hatásfokát és eredményességét, minden ilyen piacon való részvétellel Magyarország vagy veszített a súlyából, vagy pedig veszített azon közös erőforrásokhoz való hozzájutási jogából, mely alapján kitörési pontokat szerezhetne, és legyen ez igaz a mezőgazdaságra, de a teljes zöld szférára, hogyha úgy tetszik. Jelen esetben is egy olyan előterjesztéssel van dolgunk, amely valóban nem az utóbbi három napban született, mégis három napunk volt arra gyakorlatilag, hogy szakértői egyeztetéseket folytassunk. Nem az a probléma itt, hogy a jobbikos és további képviselők hétvégéi erre rámennek. Az a méltatlanság a sértő, amivel önök a tisztelt ház elé hozzák ezt a kérdéskört. Továbbá iszonyatosan sértő az, hogy miután reggel négyig itt ülünk, saját magamnak is fél négykor még felszólalásom volt, egy teljesen üres ház előtt, teljes érdektelenséggel szembesülve kell egy ennyire fontos területet tárgyalnunk. Ez nem csak a parlamenti képviselők megalázása, a mögöttük álló szavazók megalázása is egyben, és a teljes magyar energetikai kérdéskör megalázása is. Nagyon sajnálom államtitkár urat, hogy ebbe a helyzetbe hozták, hiszen önnek egyedül kell ezen a fronton helytállnia, remélhetőleg sikerrel, és remélhetőleg lesznek olyan módosító indítványaink, melyek befogadásával elérhető lesz az, hogy az elégtelen teljesítményből legalább a kettes alát elérjük ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban. Mindjárt ki is fejtem azt, hogy mire gondolok e tekintetben. Az egyik legfontosabb kérdéskörként beszéltünk itt a széndioxid leválasztásáról és geológiai tárolásáról, egy olyan nemzetközi divatnak számító technológiáról, mely gyakorlatilag az IPCC és egyéb klímavédelmi szervezetek bejelentései óta egyfajta kitörési pontként nemesült el, de még egyszer mondom, egy divatról van szó, hiszen a valóságban, mint azt képviselőtársam kiválóan megjegyezte, ez a rendszer még nem bizonyított, tehát elmondható az, hogy egy bianco csekket írnánk alá, hogyha erre hagyatkoznánk a következőkben. És mivel ez a rendszer még nem bizonyított, különösen vérlázító, hogy a nemzetközi és Európai Uniós előterjesztésekben is adott esetben
a megújuló energiák tekintetében, a kivonás tekintetében akár 55%-os mértékre becsülik a közeljövőben azt a technológiát, amit még sehol nem alkalmaztak sikerre. Hozzá kell tennünk azt is, hogy szerepel egy 2011. december végi határidő is az előterjesztésben, mely arról szólna, hogy addig kell azokat a területeket megtalálni Magyarországon, ahova biztonsággal elhelyezhető ez az anyag, amiről beszélünk. Lépjünk túl azon, hogy ez a hulladék, amit szóban forog, a nukleáris hulladékhoz hasonlóan egy olyan valami, ami azért megmarad, tehát egy idő után majd gondoskodni kell az eltüntetéséről is. Fontos kijelentenünk azt, hogy tudományos alátámasztottsággal nem rendelkezik az a tény, hogy biztonságban elhelyezhető bárhová, hiszen ha adott esetben